Sziasztok, Miskolci Laci vagyok, és itt van velem Varga Renátó, a Moksó Kollektíva oldal és YouTube csatorna tulajdonosa vagy megalkotója. Kesztölcön vagyunk, a Pilisi Zengő kertben. Itt fogunk majd egy C5, vagy ahogy én szoktam mondani, egy C5 kísérletet végrehajtani, ami ugye a kapcsolatfelvétel a földön kívüliekkel. Majd Renátó mindjárt beszél erről egy pár mondatot. Igazából ezt az egész C5-ot Stephen Greennek köszönhetjük mostanában, aki behozta a köztudatba, és alapvetően arról van szó, hogy itt az emberek kezdeményeznek egy meditatív állapotból, egy módosult tudatállapottal kozmikus kapcsolatfelvételt. Ez mostában eléggé népszerű világszerte, de hozzá kell tennünk, hogy ezt nem ő találta ki, tehát nem Dr. Stephen Greer. Próbáltak ezt már Peruban, Amerikában, belül is több különböző államokban, Japánban, tehát jobban föl lehetne sorolni az összes világrészt. Igen. És ez az 50-40-es évekre visszanyúlik. Igazából alapvetően én, amikor megalkottam a saját célcsoportomat, akkor nem gondoltam bele, hogy azért elég nagy érdeklődés lesz rá idővel. Igen. És most ott tartunk, hogy túl vagyunk jó pár találkozón, Renátó is elkezdte ezeket szervezni, és én azt látom, hogy ebből egy nagyon jó csoportmunka lehet majd a jövőben, meg már ugye most is az. Alapvetően én eddig 4 találkozót tartottam, ebből hát az első kettőn semmi nem történt, a harmadik, negyediken már olyan volt, hogy bár fizikailag nem láttunk földönkívüleket, vagy akár repülő csészealjat, de mivel vannak szenzitívebb emberek a csoportban, ezért éreztünk már jelenlétet, különböző energiákat, valaki telepatikus kommunikációt is folytatott, úgyhogy van ennek jövője, én legalábbis így gondolom. És hát mire ezt a videót feltesszük, már túl leszünk ezen a próbálkozáson, de szeretném Renátót megkérni arra, hogy beszéljen erről néhány gondolatot vagy mondatot. Jó, hát üdvözlök mindenkit, én Varga Renátó vagyok, a Moksa Kollektívának a egyrészt alkotója, másrészt hatalmas nagy agyrobbantója, és köszöntök mindenkit. Ahogy egyébként Laci teljesen jól felkonferált az rén, ez valóban így van. Most jelenleg az egyik legismertebb formája Dr. Stephen Greer, legalább így, most így a 20.-21. században, de azon kívül, hogy igen, már őt megelőzően is voltak, akik ezzel foglalkoztak, illetve már a sokkal korábban írott történelemben is azért már volt erre feljegyzés, hasonló próbálkozások, hát az indiai irodalomig elég csak visszamenni, akkor rájövünk, hogy ez tényleg nem egy újdonsült dolog, tehát Dr. Greer nem találta fel a spanyol viaszt, csak egyszerűen próbálja könnyebben emészthetővé tenni. Ahogy Laci azt mondta, és én egyébként voltam az ő eseményének az egyikén, egyen voltam, ugye? Igen. Sajnos utána már nem tudtam menni többre, úgyhogy igen, itt azért én azt vettem észre az utóbbi időben, hogy szerencsére egyre többen csinálunk hasonló dolgokat. Nagyon egyszerű az ok. Az ok az, hogy eddig nem volt ilyen, hogy több különálló kutató megpróbál ezekben a témákban konszenzusra jutni, vagy leülni egyszerűen beszélgetni, ami szerintünk amúgy nem a legjobb út. Tehát ezt már játszottuk a 70-es évektől a 90-es évekig, most már más idők jönnek. Most már nekünk az a dolgunk, hogy az, amit a nagy kutyák, a nagyok annak idején megállapítottak, vagy utána jártak, mi nekünk azt kell tovább finomítani, úgyhogy ez is a mi dolgunk, illetve az ilyen típusú megtapasztalásokat is együtt kell, hogy megéljük. Tehát az, hogyha egyedül, vagy kisebb csoportokkal ezt megcsináljuk, az nagyon jó, csak hol van akkor a közösségi összetartozás élmény, hogy mi együtt láttunk, vagy tapasztaltunk valamit. Úgyhogy ezért is akartuk mi így egy picikét így ketten összerakni ezt az egész dolgot. Nyilván eredetileg ezt most meg én találtam, hogy legyen egy ilyen, de én nagyon örültem neki, amikor Laci azt mondta, hogy ő is tud jönni. Úgyhogy most már egy kicsikét ez ilyen kollaborálós dolog, ugye volt ennek korábban egy előzménye, lehet, hogy találkoztunk is ott néhányotokkal a Népligetnél, úgyhogy most ez egy ilyen CE5-ös próbálkozás lesz, mint ahogy Laci el is mondta, ez már fel fog kerülni addigra, amikor ez már régen lement, de próbálunk nektek egy ilyen kis érdekes összefoglalót nyújtani ebben a dologban. Igen, én azt gyanítom, hogy erre majd Renátónak lesz ideje, hogy erről készítsen egy ilyen összefoglaló videót. Én ugye most ezt Renátó szervezte ezt az egészet le, én nekem most nem volt erre időm, mert ugye Népligetbe készítettem, szerveztem egy sima UFO-talit, amire eljöttetek úgy 30-an,
jövő héten Finnországba készülök előadást tartani, szóval nincsen időm ilyesmikre. Renátó egyre aktívabb úgymond a YouTube-on, és sokkal több ideje van ezeknek az elkészítésére. Én nagyon sokat beszélgettem már veled, és megállapítottuk azt, hogy ugye mind a ketten foglalkozunk a hagyományos UFO-kutatási szállal. Érdekelnek az esetek, amiket küldenek nekünk az emberek e-mailben, Facebookon, telefon, személyesen, de én azt látom, hogy lehet gyűjteni az adatokat, de ebből nagy előrelépés nem lesz. Nem. És mind a ketten úgy gondoljuk, hogy nagyon hasznos az adatgyűjtés, de csak az hozhat változást a jövőben, hogyha mi is megpróbálunk kapcsolatba lépni ezekkel az entitásokkal. Igen. Valaki biztos azt mondja, hogy ó, de hogyan meg az lehetetlen, meg ugye miért velem állnának szóba? Most ezt mindenki magára is vehetné. De alapvetően én azt gondolom, hogy az emberi tudat, hogyha elér egy olyan szintet, akkor igenis kapcsolódhat bárkihez. Nem csak a saját embertársához, távolságtól függetlenül, hanem a világegyetem bármelyik másik szegletéhez. Gondoljunk nagyon sok olyan emberre, akik a múltban is kapcsolódtak más entitásokkal, akár szellemi lényekkel, vagy mondjuk úgy angyalokkal. Én azt látom, hogy mindenki ugyanazokkal társalog, csak mindig a saját kulturális közösségéből próbálja ezt feldolgozni, legyen az vallásos neveltetésben részesült ember, vagy aki parapszichológiával foglalkozik, sorolhatnám a tényeket, de az a lényeg, hogy az emberiség mindig is kapcsolatba állt ezekkel a lényekkel. Legyen a sámánok hite szerint, vagy éppen a japán sintó hit szerint, sorolhatnám ezeket is, de alapvetően itt mindegyiknek közös gyökere az, hogy egyfajta meditatív állapotban, egy olyan tudatállapotba kerülnek, amikor az emberi elme olyan tisztaságba kerül, hogy képes befogadni az információt, képes kapcsolatba lépni ezekkel az entitásokkal, akik valószínűleg bármikor ránk tudnak csatlakozni, és ezt most jó értelemben mondom. Igen, igen, és én azért megjegyezném azt is, hogy nem csak akár az ilyen típusú észedésekről van szó, hanem nagyon érdekes módon akár még a népmesei alapokig is visszamehetünk. Tehát, hogyha valaki megnézi például az erdei kobornak a meséjét, aki a vízből felemelkedik, és akkor mire hazaér például a vadász, addigra már az asszony terhes lesz, és nem tudják megmagyarázni, és akkor szól egy ilyen alkú, hogy akkor majd minden megkap például a vadász, csak és kizárólag az első szülött fiát kellene odaadni, aki nem tudni, hogy hogyan fogant végül is. Szóval vannak azért nagyon durva átfedések, és az a világ folklórjában gyakorlatilag bárhol fel tud bukkanni. Az, hogy most már elkezdtünk neki tudományosabb megnevezést adni, mondjuk meditáció, meg elrévülés, meg ez, meg az, meg amaz, az egy dolog, de ez már évszázadok, hanem évezredek óta itt van az emberiség történelmében, így gyakorlatában. És ahogy Laci azt nagyon jól elmondta, igazából mindenki máshogy nevezte eddig a gyereket. Most jelenleg így nevezzük, mint például C5 vagy CE5, úgyhogy most egy ilyet fogunk csinálni. Úgyhogy nagyon izgalmas, nagyon reménykedünk benne, hogy ez jól fog sikerülni. Márpedig jól fog sikerülni, mert most nagyon sokan vagyunk. Valami, hát 25 vagy 30 ember, nagyjából most már így itt van így az eseményen, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ennyien eljöttetek, már most így. A többieknek pedig majd jönni fog egy ilyen videós beszámoló mindenképpen. És hát nagyon szépen köszönöm, hogy leültünk ide egy picit beszélgetni ebben a témában. Hát nincs mit, én is köszönöm. Én még annyit hozzá szeretnék tenni, hogy voltak olyan megjegyzések interneten, hogy ez nem egy újabb szekta, vagy nem egy túl elszállt spirituális valami. És én azt gondolom, hogy abszolút nem. Gondoljátok végig azt, hogy akár a különböző vallásokban, vagy akár a különböző tudományos közösségekben is, mikor a tudatot, az elmét vizsgálták, mindig kiderült valami olyan szeglet, amit addig nem ismertek. Nem tudták, hogy ez mire való, vagy mire jó az adott agy félteke például. És hogyha végigvesszük akár a különböző buddhista meditációkat, vagy Wim Hofot, aki a mínusz nem tudom hány fokban fürdik, meg meditatív állapotba kerül, igen, ezek olyan különböző mondosult tudatállapotok, amikor kiderül az, hogy az emberi fizikai test és az emberi, most nevezzük léletnek vagy tudatnak, sokkal határtalanabb, mint ahogy ezt eddig gondoltuk. És pont ezért gondolom én is azt, hogy a kulcs a kapcsolat felvételhez a Földön kívülekkel, űrtestvérekkel, vagy nevezzük őket bárminek, pontosan ez az. És mi ezt próbáljuk, ezt gyakoroljuk, akár van siker, az a legjobb, ha nincsen siker, az sem baj, mert összeültünk, gyakorlat teszi a mestert. Igen, azt pontosan, pontosan. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Szerintem ti is próbálkozzatok ezzel, ne csüppi egyetek, hogyha elsőre nem sikerül. Amerikában nagyon sok felvétel van, hogy
felvesznek állítólagos UFO-kat. Gyanítom, a 99%-a tévedés, tehát repülőgépeket, meg műholdakat videóznak le, ordibálnak, hogy oh fuck, hát igen, biztos igen, erre kíváncsiak a földönkinek. Tehát, hogy ezeknek a nagy része tévedés. Én azt gondolom, hogy viszont sikerült ez a fajta kapcsolatfelvétel, és nagyon bízom benne, hogy a jövőben többen is csatlakoztok igen. majd hozzánk. Igen, igen. Na, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer Renátó. Köszi szépen, hogy itt sziasztok. Sziasztok, minden jót.